Az ormánság számos rejtett erőforrással rendelkezik, hangzott el azon a rendezvényen, melyen megnyitották Selye és a környék új, komoly munkaerő létszámot foglalkoztatni képes műhelyét. A zöldségfeldolgozó beruházásának keretében a romos, egykori tejipari épületet újították fel, a munkálatok mindössze egy év alatt zajlottak le. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó helyi vállalkozót tudtak, a környékbeli vállalkozót tudtak kiválasztani, akinek sokkal fontosabb volt talán egy átlagos munkánál az épület rekonstrukciója, illetve átalakítása, felújítása. Mindent megtettek annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson. Nem volt nekik könnyű munka, hiszen itt régen az Anikó sajtot gyártották, és aki látta ezt az épületet, az tudja, milyen rossz állapotban volt. A Belügyminisztérium Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósága finanszírozta a 200 millió forintba kerülő felújítást és beszerzést, mely első üteme egy átfogó foglalkoztatási projektnek. Alapvetően ugye 12 önkormányzatnál indul el az elsődleges foglalkoztatás, és aztán utána a feldolgozás keretében valósul meg a zöldségfeldolgozó üzemben a teljes körű feldolgozás mellett is a foglalkoztatás. A most átadott üzemben óránként 1 tonna paprikát képesek feldolgozni. A gépsort Nagy Csaba indította el, hogy a rendezvényen résztvevőknek megmutassák az üzem működésének fázisait. 3, 2, 1, 0. A rendezvényre meghívást kapott Őri László, a Baranya megyei önkormányzat elnöke is, akit a távolabbi munkahelyteremtő terveikről kérdeztünk. A következő 7 éves most induló nagy fejlesztési időszakban a másik fontos szempont az az, hogy a hátrányokat azt csökkentsük, így a hátrányos helyzetű, legnehezebb helyzetben lévő része és terület a megyének az külön figyelemre és külön támogatásokra számíthat. Őri László hozzátette, hogy Selye és környéke ezzel az üzemmel is komoly előrelépést tett a munkahelyteremtés kapcsán.